versenyképesség, minőség, dinamika és teljesítmény Európa egyik legmodernebb töltőüzemében. Ez a gyors siker receptje. Díjnyertes márka titka, amely 4 világrész fogyasztóinak szomját oltja és segít a következő sebességbe kapcsolni. Észak-Kelet Magyarországon vagyunk a Borsod megyei Szikszó határában, a Hell Energy ipari parkjában. A 33 hektáros zöldmezős beruházás védjegye a szüntelen fejlődés és építkezés. Ma már 3 Európában egyedülálló fémdobozos és egy PET palackos töltősorról gördülnek le az italok. Az üzemcsarnok mellé 6000 négyzetméteres csomagoló és alapanyagraktár, 2 összesen 35000 raklapnyi terméket befogadó készáru raktár és egy 42000 négyzetméteres italdobozgyár is épült. A legfrissebb innováció pedig a teljesen automata magas raktár, amelyben akár 32000 raklapnyi áru is elfér. Egy profizmusra programozott komplexum paraméterei ezek, melyek még el sem érték végső határaikat. A teljesség folyton magasabbra állított mércéje már rengeteg országban piacvezetővé tette, és a világmárkák sorába emelte a brendet. A Hell az energiaital szektor egyetlen olyan szereplője, amely a gyártási folyamatok teljes skáláját a saját üzemében biztosítja. A Hell által használt rendszerek, a technológiák, a szervezeti képességszint a legfejlettebb multinacionális vállalatokkal emeli a magyar brendet azonos szintre. Helyben készülnek a Hell Energy jellegzetes dobozai is. Mindössze 8 hónap alatt építették fel Magyarország első alumínium italdobozgyárát, a 2017-ben átadott Quality Pack-et. Évi 1,5 milliárd darab 250 ml-es dobozt és doboztetőt gyártanak itt, a világ egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb technológiájával. Az aludobozok több mint 800 méteres útjuk során 13 gyártási műveleten és számos ellenőrző ponton esnek át. A tisztán automata üzemmódú termelés villámgyorsan zajlik, nem kevesebb, mint 3000 késztermék készül el csupán egyetlen perc alatt. A Hell cégcsoport tagjaként a Quality Pack missziója is az állandó fejlődés és a környezettudatos innováció. A 100%-ban újrahasznosított alumínium alapanyagból készülő termékek között is egyedülálló újítás az új beggyel könnyen nyitható doboztető. A 28 európai országban levédett találmány elnyerte az Euro Kentek Innováció 2018 díját is. A folyékony energia útja 8 mély fúrású kútnál kezdődik. A kiváló minőségű ásványvíz rozsdamentes acélból épült saválló, zárt hálózaton átjut az üzemvízkezelő helyiségeibe. Ezekben többek között aktív szénszűrőkkel optimalizálják ásványi anyag tartalmát. Csak az emberi fogyasztásra legalkalmasabb víz garantálhatja a minőség luxusát. A kezelt víz Magyarország 2 legmodernebb italkonyhájába fut be. A bennük készülő italok hamisítatlan aromájának titka az összetevők minősége. A Hell szó szerint minden ízében eredeti, a szirupokba ugyanis csak minőségi kristálycukor kerülhet. Ez ad valódi energiát az italnak. Az adagolás és a keverés is számítógép vezérelt. A kezelő csak kiválasztja a megfelelő receptúrát, és már készül is az esszencia. Az előzőleg forró vízben olvasztott pasztörizált, szűrt cukoroldat és a többi alapanyag programozottan áramlik ezekbe a hatalmas puffertartályokba. Ezek egyenként 30 ezer literesek, 540 ezer dobozra elegendő koncentrátumot tartalmaznak. A töményoldat később a mixergépben szénsavval és vízzel keveredve hígul zamatos frissítővé. A szalagpálya első ellenőrző pontja a Quality Packből érkező alupalackok elosztását figyeli, megakadályozza a dobozok közlekedési dugóját. A második ponton egy számítógép fotót készít a dobozokról. A rendszer kíméletlenül vet ki magából minden sérült vagy szennyezett selejtet. Töltés előtt a gép átfordítja és belülről öblíti a tökéletes darabokat. Elérkeztünk a gyár szívéhez, a töltőfejekhez. Itt telnek meg szénsavas frissítő extra erővel a dobozok. Rengeteg doboz, szabad szemmel szinte lekövethetetlen sebességgel. Ez a revolver tárcsájához hasonló gép egyetlen fordulattal 175 dobozt képes megtölteni, vagyis 120 ezer darabot óránként. Töltés után már záródnak is a dobozok. Ezzel azonban még nem ér véget a gyártási folyamat. A doboz zárását fogom ellenőrizni, ami a termékünk egyik nagyon fontos paramétere, de ahhoz, hogy ezt megnézzem, szét kell vágnom a dobozt. Minden rendben van. A már lezárt dobozok töltésszint ellenőrzésen mennek keresztül.
megengedhetetlen, hogy az optimálisnál kevesebb ital jusson el a fogyasztókhoz. A tökéletes példányok fejjel lefelé fordulva sorakoznak a kétszintes pasztőrben. Ez a hosszantartó minőség garanciája, ugyanis sok más energiaitallal szemben a Hell tartósítószer nélkül ad pokoli erőt. Ebben a dobozban hőmérsékletérzékelő szenzorok vannak. Ezek segítségével naponta 12-szer ellenőrzik a pasztőrgépet, melynek működéséhez szükséges gőz előállítását 4 kazán végzi, méghozzá óriási energiákkal. 8 óra alatt 120 tonna gőzt termelnek, amelyek 18 ezres város napi fűtését is képesek volnának ellátni. A fémdobozos töltősor mellett kanyarog a PET palackos pálya. Ez az aszeptikus térben működő monoblokk rendszerű töltőgép a Krones cég világújdonsága. A palackfúvást és az italtöltést egy gépben végzi. Ahhoz, hogy a Xixo prémium márkájának jeges teái, szénsavas üdítő italai és ízesített vizei egyedi dizájnú palackokban ölthessenek testet, először a kezelőnek kell beleöntenie a kémcsőszerű előformákat a preforma adagolóba. A fúvógépben előhevített műanyag 40 báros nyomással nyeri el végső karakterét. A fúvófészkek szaunájából távozó idomok hidegfürdőn keresztül nyerik el rugalmas tartásukat. A palackokba a 80 fejes volumetrikus töltőből fröccsen az üdítő. Pezsdítő frissességének garanciája a szörp összetevőinek arányát biztosító, nagy pontosságú mixer és a csirátlanítást végző pillanatpasztőr. A zárógép egyetlen óra alatt 20 ezernyi, másfél literes flakon zár le. A futószalagok kiszámított dinamikája az automatizáltságnak köszönhető. A gyártóegységeket vezérlő számítógépek folyamatosan kommunikálnak egymással. Ha bármely ponton fennakadást támad, arra az egész rendszer reagál, önműködően hangolja újra a termelés kiegyensúlyozott ritmusát. A Hell Energy üzemének védjegye a csúcs technológia mellett a folyamatos szakértői kontroll. Dobozból ellenőrzöm, hogy megfelelő mennyiségű folyadék van-e, megmérem termék széndioxid tartalmát. A laboránsok óránként vizsgálják a késztermék térfogatát és sűrűségét, szénsav tartalmát, pH értékét, illetve az alapanyagok minőségét és megfelelő arányát, amellett szigorú mikrobiológiai teszteknek vetik alá az ital. Az üzemben gyártott termékek minőségét a 3 legfőbb élelmiszerbiztonsági tanúsítvány, az FSSC 22000, az IFS és a BRC szabványok garantálják. Emellett a halál, kóser és FDA előírásoknak is megfelelnek az italok. A fejlődés a raktárlogisztikában sem állhat meg. A tárolás optimalizálásán dolgozik ez a kis robot. Kötésbe rendezi a kartontálcákat, hogy raklapozáskor egyetlen centiméter sem maradjon kihasználatlanul. Végül a befóliázott több ezer üdítőital emberi beavatkozás nélkül jut el a gyártósor végéről a 25 ezer négyzetméter összterületű készáru raktárba. Ez azonban közel sem a teljes tárolási kapacitás. A Hellgyár legfiatalabb épülete egy 4500 négyzetméteres magas raktár, amely önmagában akár 32 ezer raklapot is képes befogadni. Nem csoda, hiszen a csarnok hatalmas. Csak a logó betűi közel 5 méterig magasodnak a nem kevesebb, mint 30 méterig felfelé nyújtózó falakon. Ám itt nem csak a méret a lényeg. Legalább olyan fontos a nagy autógyárak megoldásaival vetekedő intelligens raktárlogisztika. Az épület ugyanis teljesen automatizált, a karbantartáson kívül emberi kéz érintése nélkül zajlik benne minden folyamat, csak 6 daru dolgozik teljes sötétségben. Világításra nincs is szükség, az épület szenzorokkal lát. A lelke pedig egy külön ide tervezett szoftver. Ez mozgatja azt a kétirányú konvejor pályát, amely a raktárt a töltőüzemhez kapcsoló 300 méteres hídszerkezet belsejében fut. Automata zárt szalagpályán haladva emberi érintés nélkül jutnak el a Quality Pack-ben készült üres dobozok a magas raktáron át a töltőüzembe. A palackozás után már a kész raklapokban érkeznek vissza az italok egyenesen a 6 dokkoló kapuig. Ha minden készen áll az indulásra, Magyarország meghatározó szállítmányozójával folytatódik a palackok útja. A Hell stratégiai partnere a BHS Trans Kft. Kamionjai viszik tovább a termékeket a hazai boltokba és a nemzetközi piacra is.
Végül tompa kattanás és felszabadult sziszenés vett véget a föld mélyéről feltörő víz elképesztő utazásának. Az igazi pörgés pedig csak ezután kezdődik.